életfogytig tartó fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a Bács-Kiskun megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki a vád szerint 2019. októberében felgyújtott egy tiszakécskei munkásszállót azzal a céllal, hogy az épületben alvó tulajdonost megölje. A vádlott kisebb munkákat is végzett a szálló tulajdonosa részére. A beszélgetéseik alapján a vádlott azt gondolta, hogy a szálló tulajdonosa bele akar szólni, beleszól az ő életébe, ezért megharagudott rá. Emiatt 2019. október első felében a vádlott elhatározta, hogy megöli a sértettet, a szállónak a tulajdonosát. A férfi két flakon körömlak lemosó folyadékot használt terve végrehajtásához. Tudta, hogy az épületben többen lesznek, a gyújtogatással addig várt, amíg mindenki el nem aludt. Éjfél után az egyik szobában az egyik flakon körömlak lemosó folyadékot ráöntötte az ágyra, majd azt végigöntözte egészen a bejárati ajtóig, és a folyadékot öngyújtóval meggyújtotta. Ezután átment a munkásszállónak a közös konyhájába, és itt a másik flakon körömlak lemosó folyadékot pedig a konyhában lévő étkező és biliárd asztalra öntötte. A vádlott az emeleti folyosón lévő poroltókat is elrejtette, hogy nehezebb legyen eloltani a tüzet. Tette után pedig magához vette holmiát, majd távozott. A tűz áramkimaradást okozott, így vette észre az egyik lakó, hogy lángol az épület. Szerencsére még időben. Sokan meghalhattak volna. A vádlottat még aznap őrizetbe vették, a jelenleg is letartóztatásban lévő, különös visszaesőnek minősülő férfit a főügyészség előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, több ember életét veszélyeztetve, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés büntettének kísérletével és közveszélyokozás büntettével vádolja. Bűnösségének kérdésében a kecskeméti törvényszék dönt majd.